Nagyon sokat tanultam ezen a szerepen Arankán. Amikor kiderül, hogy felesége se volt az operába, és ő se ment el az operába. Lebukik a Mátyás, mert nem ment az operába. A közönség, ha érzem, hogy együtt van velem, ez az a rész, ahol egy picikét improvizatívá válik. Mikó fantasztikusan csinálja, még soha nem csinálta kétszer egyformán. Szélesvásznú történelem. Szombat 17 óra 30 perc. Hír TV. A Hippolyta lakája második magyar hangos film 1931. novemberében jelent meg a mozikba. Szerintem a készítők se gondolták volna, hogy megalkotnak egy legendát. 9 órakor szervírozzák a szupét. Mi csinálnak a micsodában? A korszak legjobb komikusait alkalmazták, hogy a Kabol Gyulát, Csortos Gyulát. Ez adta a helyzet komikumot, mellette ott volt Jávor Pál, ugye a hősszerelmes típus, legendás film, és most ennyi év elteltével is mindenki szereti. Szélesvásznú történelem. Szombat 17 óra 30 perc. Hír TV. Felvettem egy inast. Inast? A változást nem elég kívánni. Nagyságos asszonyom, diétát tart. Mit kérem? Tenni is kell érte. Add ide azt a szendvicset. A szendvicset neked? A nem akarásnak. Egyenként. Jaj, de csúnya vagyok! Nyugis a vége! Ja. Ha egy vajas kenyeret akarok enni, akkor francba kell öltözködnöm! Csend! Akik ezt bizonyítják, Kabos Gyula, Csortos Gyula, Jávor Pál, Fenyvesi Éva, Haraszti Mici, Gózon Gyula, Hippolit, a lakály. Szombat 19 óra 10 perc. Hír TV.